Tavaly augusztusban a Csehországi Evezős Junior Világbajnokságon hatodik helyen végzett a Magyar Evezős nyolcas, amely ezzel sporttörténelmet írt, hiszen ifjúsági korosztályban addig még nem sikerült első hadba kerülni. A csapat tagja volt az a Kunstár Márk, aki november hónap hősének választottak a Digi Sport szavazásán. A Szegedi Evezőst edzője Dani Zsolt kísérte el hozzánk. Jó reggelt kívánok! Öröm. Jó reggelt! Hát nagyon örülök, hogy elfogadtátok ezt a meghívást, és gratulálok ehhez az eredményhez. Köszönöm, milyen versenyzőnek érzettem magad? Egy olyannak, aki szeret egyedül kint lenni a vizen és egy kicsit így elgondolkodni, vagy az, aki, aki mondjuk így így csapatban tevékeny és ott hajtja a többieket? Szerintem én csapatban jobban tudok így érvényesülni. Ö, így, így, így jobban érzem magam, tehát úgy, hogy többen vagyunk és támogatjuk egymást. Ez, ez szerintem nekem ez a feladat. Tehát van feladatom egy csapatban, ö, én így jobban szeretem. Egyébként itt csapatban is el tudok gondolkozni magamban, tehát ö, ez, ez itt is megvan. Mi az, amikor csapatként funkcionáltok, akkor nagyon fontos ahhoz, hogy jó eredményeket tudjatok elérni? Ö, talán így az együttműködés, meg, meg a rugalmasság, hogy ne így az egyéni érdekek érvényesüljenek, hanem, hanem, hanem tényleg így a csapat akarata, és hogy oda tegyük magunkat mindannyian úgy, ahogy az kell. Zsolt, már miben jó? Mi az, amitől, amitől, amitől ennyire jól bele tud simulni ebbe a nyolcasba, és, és mi az, ami, ami szükség ahhoz, hogy a magyar válogatott is jó legyen, hiszen azért ez a, ez a nyolcas, ez, ez egy olimpiai sportág. Hát a, a nyolcos az a, az előző sportágnak a, a, a királynője, ha lehet így mondani, és az, hogy a már harmadik éve szerepel ebben a csapatban, ez azért arra utal, hogy, hogy a kérdés is jó volt, hogy, hogy valami kell legyen benne, ami a, a csapatmunkára munkára őt őt feljogosítja, és ilyen, ilyen stabilan ott tudja tartani. Tehát ez ami neki számít, hogy ott vannak a többiek, és, és a közösség érzet és felszabadítja bizonyos képességeit erre van szüksége a csapatnak. És ő ezt, ezt jól hozza, tudja erősíteni a csapatot. Itt egyébként nem csak arról van szó, hogy a hajóban ülnek és húznak. Tehát ez a csapat, most is csapat, kéthetes edzőtáborozáson vettek részt Franciaországban, és amikor külön edzenek, akkor is nekik egymással kell, egymásra kell fölkészülni, hogy együtt tudjanak dolgozni. Ugye, ha jól tudom, akkor ez a csapat, amelyik ezt a szép eredményt is elérte, ez úgy hogy öt szegedi, és a másik három fiú azok meg nem ebbe a csapatba versenyeznek. Mennyi idő van arra, hogy közös edzéseket végezzenek, vagy, vagy most már inkább együtt edzenek? Ez éves szinten azért több hétben mérhető, és az a cél, hogy főleg a főverseny felé közeledve ez minél folyamatosabb legyen. A téli időszakban egyes hétvégeken egyes rövidebb találkozásokat enged meg, vagy egy-egy edzőtábortabet tesznek. Egyébként valóban öt szegedi volt, és ami még egy kicsit, ugye egy kapuktojás az egészben, a kormányos volt az ötödik. Ugye egy ilyen csapatnak van külön irányítója, aki a hajónak a, a, a vezetését végzi, illetve a csapat összhangját belülről felügyeli, ő volt az ötödik szegedi. Picit menjünk az elejére. Hogyan jött az evezés? Ugye Szeged adja magát vízpart, és, és akkor azt gondolom, hogy tényleg minden fiatal, ha lehet, oda megy. De valamitől mégis inkább azt mondanám, hogy kajak és kenó. Mindenki arra felé megy, az a népszerűbb. Nem, mintha nem lennének jó evezőseink, de vajon az ember miért választja? Egy fiatal gyerek miért választja az evezést? Hogy jött az életedbe? Hát én úgy magával a sportággal engem így a, az általános iskolám ismertetett meg, ö, így testnevelés órák keretében lejártunk a vízitelepre, és ott ismertem meg Zsoltot, ö, és hát felfigyelt rám, mondta, hogy jöjjek leedzésre. Lementem, megtetett a társaság, maga a sport, maga ez a hangulat, és, és hát ott maradtam. Amikor az előbb megkérdeztem, hogy mi az, amit már tud, akkor olyan ügyesen elmentünk, igen, valamit tudni kell, de azért most megint előkerült, hogy azért észrehetett venni rajta, hogy ő jó. Mi volt az, amit egy egyszőszem azonnal kiszúr egy fiatal gyereken, hogy na igen, te járjál csak le hozzánk, mert, mert érdemes lenne. Akkor most egy kicsit konkrétizáljuk. Igen, hát ez kicsit ilyen szakmás dolog, tehát a, a, az evezésnek is megvannak azok az alkati jellemzői, amiben valaki... Jobban Jó, tud érvényesülni. kosaras 160 szem... centíve, nagyon nehéz. Pontosan, hát nekünk is nagyon fontosak a végtaghosszok, az izomzat megjelen, és ez persze még egy ilyen 12-3 éves gyereknél azért nem feltétlenül biztosan kimondható, de aki egy, egy osztályközösségben ilyen értelemben ezek a szempontok szerint jobban kilóg, akkor az, az azért feltűnik. Tehát ugye már nem volt nehéz dolga, mert talán az egyik legmagasabb voltál az osztályban. Ez nálunk fontos szempont indulásnak, és az evezős ergométerek azok, amik, amik pillanatok alatt rámutatnak egy ilyen alapszintű kondícióra. Ugye még itt a beszélgetés elején egy pár szót váltottunk, és akkor azt mondtátok, hogy nagyon fontos az ő, aki beküld a nyolcasba, hogy Először ugye meg kell a technikát, az egyes és a páros, és ezen keresztül vezet ide az út. Ez hogy megy neked? Hogy, hogy jutottál el oda, hogy mondjuk egyesből, aztán a páros, és amikor az egyes, akkor nem annyira unalmas, és azt mondod, hogy köszönöm szépen, nekem elég, és akkor ebből ebből itt eddig tartott a, a nagy sportolás? Hát ezek különböző időszakok voltak, magukon a versenyeken, hogy miben indulunk. Ezek, ezek így ötletek voltak, hogy próbáljunk ki ezt az egységet, azt az egységet, és hát e, kipróbáltuk a nyolcast, egy ilyen nyolcas keret, nyolcas program keretében, és hát ez bejött, és, és látták, hogy ez működőképes, és hát így. Miért komfortosabb neked az, amikor együtt vagytok többen? Mi az, ami, ami abban jobb, mintha egyedül mennél, vagy mondjuk párosban, tehát, hogy a páros is, ha te ilyen, Társasági vagy, akkor De. ez mondjuk a páros is jó lenne neked, vagy az is szimpatikusan? Hát mondjuk egy nyolcas azért más egy párostól, mert, mert mondjuk egy nemzetközi versenyen azért az a nyomás, azért az a stressz, az jobban eloszlik egy nagyobb egységben, jobban tudjuk támogatni egymást, úgymond több személyiség ül a hajóba, és, 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 és ez így sokkal megnyugtató. Motiválóbb, és akkor Motiválóbb, tudjátok pörgetni persze. egymást. Igen, igen. Azért gondolom most ez, a, ez az ilyen december, január, február időszak azért számotokra nem a legaktívabb versenyzés szempontjából. Mi zajlik ilyenkor? Hát elsősorban a, a, a test felkészítése arra, hogy a nyáron a lehető leggyorsabb legyen. Ennek az, hogy az alapozása a, a címe. Gyakorlatilag a munka az a, olyan nincs, hogy kevés, vagy bocsánat, nincs olyan, hogy sok, uh -huh. itt maximum kevés lehet a, a probléma, és, és ez, ez rendkívül embert próbáló ez az időszak, hiszen már a vízen nem tudunk annyit szerepelni, edzeni, és így bekényszerülünk a, nekünk egy kicsit unottabb, beltéri edzőtermekbe. Most ezen azért szerencsére az idei ősztél az, az enyhén bánt velünk, és, és lehetett egy kicsit. Mi a cél ebben az évben? Ha jól tudom, most már a felnőtt mezőnyben, vagy egy korosztályt ugranott kell már, nem? Így van. Uh, <coughs> hát most is ugye bár a nyolcas. És. Uh, most Ezt versenyekre gondolok, hogy mi a legelső versenyünk, amire készülni kell, és mik a nagy kihívások, VB, EB. Ö, most a válogató lesz? Hát a, gyakorlatilag első a, a válogatás folyamata Igen. zajlik. Ergométeren, aztán vízen, és, és ott egyesben, párosban, tehát ezen, ezen az úton végig kell menni ilyenkor. Van egy, egy kicsit bővebb keret, a nyolc az, az minimum tíz főből áll, uh -huh. és, és közülük választják ki egy folyamat végére, hogy ki lesz az a nyolc, aki a hajóba ül. Hát a, a főverseny az az, az Európa-bajnokság lesz valószínűleg idén, a szeptember eleje. Hát kitartást addig is, és gratulálok még egyszer ehhez a kiválasztáshoz. Köszönöm, Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük.